Krasznohorkai úr, északról hegy, délről tó, nyugatról utak, keletről folyó című művében egy mélyen szántó történet rajzolódik ki, melyben Hikaru Genji leszármazottja keresi a régi fővárost, Kiotót. Ez a könyv japánul is megjelent az Oszakai Egyetem professzorasszonyának, Waseda Mikának fordításában, melynek köszönhetően jó magam is megízlelhettem, hogy hogyan jelenik meg a japán szépség a magyar intellektus tükrében. Megtiszteltetésnek érzem továbbá, hogy a japán alapítvány ösztöndíjas támogatás formájában hozzájárulhatott Krasznohorkai úr Japánba látogatásához. このようにしてますます広がりゆく源氏物語の世界を私自身もこの展覧会により体験することを心より楽しみにしております。最後にこの展覧会をまとめ上げられたファイチャーク館長およびキュレーターのデネシ・ミリアム氏の多大なるご尽力に感謝をそして祝意を述べ結びの言葉とさせていただきます。どうもありがとうございました。ケセヌムセーペン。Bátran kijelenthetjük, hogy a kiállítás új dimenziókat nyit a Genji regényének világában, amelyet szívből örülök, hogy így módon személyesen is megtapasztalhatok. Végezetül szeretném mély hálámat kifejezni Fajcsák Györgyi igazgatóasszonynak és Dénes Mirjam kurátornak, akik fáradhatatlan munkájukkal ezt a kiállítást életre hívták. Köszönöm megtisztelő figyelmet!